A 2011. április 27-e van, és az életutak és a magyar távközlés története sorozatunkban Koren Jánossal beszélgetünk arról, hogy hogy is volt a televíziózás területén a távközlés. János életét a kezdetétől a magyar televízió technikai oldalán töltötte, és 1932. október 22-én született. Amikor én készültem volna az ő életéből, hiszen jó az, hogyha az embernek van egy-két információja az arról, hogy akivel beszélget, az hogy ért, mit csinált, akkor furcsa volt, mert János azt mondta nekem, hogy keressem meg a MTV archívba az anyagokat, és a furcsa, az a meglepetés volt, hogy amennyi anyagot én róla találtam a Magyar Televízió archív területén, az bőven több volt talán egy könyvnél is, nem egy pár lapnál, úgyhogy így az önéletrajz kérdése magától oldódott meg. Ott kezdenénk a beszélgetést, hogy 1932. október 22. hol születtél és hogy kerültél a pályára? Hát én budapesti születési vagyok, és egész életemet itt töltöttem el, és meg kell mondjam, hogy én nagyon nagy lokálpatrióta is vagyok ennél fogva. Egész életemben 3 hónap volt a leghosszabb, amit külföldön egy tanulmányúton töltöttem. Akkor is nagyon honvágyam volt, úgyhogy ez vezetett arra is annak idején, hogy a forradalom után, mint annyi sok fiatal, aki frissen végzett és még meg sem száradt a tinta a diplomán, nem mentem külföldre állást keresni, hanem itt maradtam a forradalom reménytelen leverése után, a bizonytalan jövőben, mert annyira pesti kötődési vagyok. Tehát ott azt mondanám elsőnek, hogy hát a szüke pátriám gyerekkoromban az Újlipót város volt, aztán egyházi iskolába érettségiztem, ami abban az időben egy nagyon nagy hátrány volt az egyetemi felvételnél. Másik nagy hátrány volt az, hogy
édesapám értelmiségi származású volt, de talán egy dolgot lehetett a javamra írni, hogy jól sikerült az érettségim, ami jó pont volt, meg a szerencse is mellém szegődött, úgyhogy felvettek a villamosmérnöki karra. Abban az időben olyan volt az iskola, illetve a műszaki egyetemnek az oktatása, hogy a gépészmérnöki karból nem régen vált ki a villamosmérnöki kar, mert azelőtt villamosmérnöki képzés csak külföldön volt. Tehát én 51-ben kezdtem a tanulmányaimat, 49-ben találtak ki az egyetem vezetősége, hogy legyen már villamosmérnöki kar, és annak két szaka alakult meg, az egyik az erős áramú szak, tehát a villamosgépészek tanultak az erős áramú szakon, a gyenge áramú szakon pedig a híradástechnikusok. Ma ez a szó nem nagyon divatos, hogy híradástechnika, inkább távközléstechnika, vagy néha médiatechnikát is mondanák. A híradástechnika tulajdonképpen nem is olyan pontos kifejezés, mert ottan csak a híreknek a közlésről van szó. A médiatechnika talán azért jobb, mert azt szoktuk meg, hogy a híreken kívül szórakozási felületet is találunk, akár az interneten, akár a televízión, akár a rádióval, meg tudományos ismeretszerző anyagokat is. Tehát én azt hiszem, hogy ez a újonnan kitalált fogalom, a médiatechnika eléggé találó arra a területre, amire én kerültem. Én ugyanis a híradástechnikai szakon végeztem. Most még az is jellemző arra az időre, hogy akkor itt is még két ágazat működött, az egyik a vezetékes híradástechnika, az volt a telefontechnika, és a vezeték nélküli, ahol ugye a híradás az drót nélkül rádió adás formájában történt. Hát én a vezeték nélküli híradástechnikára kerültem. Miért mentél erre területre? Mi nagyon érdekes, ide téged? Nagyon érdekes. Annak ellenére, hogy én mindjárt a pályám elején a televízióhoz kerültem, és még most is foglalkozom vele egy bizonyos szempontból, én hangmérnöknek készültem. Tudnék, filmgyárba szerettem volna elhelyezkedni, hangos filmeknek a hangrész irányítójaként. És azért, mert arra gondoltam, hogy ez egy olyan technikai terület, ahol a művészet és a technika összefonódik. És ez nekem mindig nagyon rokonszenves volt. De menet közben vettem észre, hogy a televízió is valójában hasonlóképpen a filmgyártás területéhez egy művészet és technika összefonódási vonala, és nagyon csábító volt a televízió, mert hiszen akkor az egy teljesen ismeretlen új technika volt. Gondoljuk arra, hogy én 56-ban végeztem, és ebben az országban először televízió műsort 54-ben sugároztak. Én úgy láttam először képernyőt, hogy Varta István professzor, aki akkor a televíziótechnika című tárgyat oktatta 55-ben, az első órájára behozott a professzori katedrára, elhelyezett egy szovjet gyártmányú vevőkészüléket, 20 centi volt a képernyő átmérője, és ezen láttunk egy filmet, amit röviden úgy lehetne jellemezni, hogy négerek harca a sötét alagútban. Ugyanis nagyon sok esti jelenetből tevődött össze, nagyon pici volt, ugye ott ültünk 150-en a terembe is, és sok méter távolságban egy ilyen pici kis képernyőt néztünk, de hát ámulattal néztük, mert soha azelőtt mozgó képet még nem láttunk. Na most akkor ez engem nagyon belelkesített, és akkor gondoltam, hogy a hangmérnöki ambíciók mellé hozzá kell venni a videotechnikai ambíciót, tehát a televíziót is. És miután mind a két óhajomat beadtam az elhelyező bizottságnak, így a televízióhoz kerültem. No, az elhelyező bizottság. Hát abban az időben ugye
Rákosi korszakban mindent központból kézileg vezéreltek. Tehát a fiatal diplomások elhelyezkedése is központi hivatalból történt, méghozzá úgy, hogy az egyetemnek volt egyetlen egy, ugye, ahogy egy pártrendszer volt, úgy egy ifjúsági szervezet is volt, a DISZ. Nem PISZ, DISZ volt akkor, Demokratikus Ifjak Szövetsége. Most ez a DISZ egyesületemben persze kötelező volt belépni, ennek az adminisztrációjában működött az elhelyező bizottság. Tehát ide beküldték az egyes hallgatók az igényeiket, ők begyűjtötték a különböző gyárakból, hát az én esetemben a híradástechnikai területekről a szakemberigényt, mert ugye TEF gazdaságban éltünk, tehát minden híradástechnikai intézménynek is volt egy éves felvételi terve. Tehát az egyes osztályoknak a igényeit összegyűjtötte egy-egy intézmény vezetősége, és azt továbbította a megfelelő egyetem felé, tehát azt mondván, hogy mondjuk a Magyar Rádió Televíziós Főosztálya igényel 4 frissen végzett elektromérnöket. Az én esetemben így volt. Tehát 4-en kerültünk szervezetileg a Magyar Rádióhivatal Televíziós Főosztályára. 4-en. Ott nem volt még egyáltalán mérnök. Az is jellemző arra a szervezésre, hogy a televíziózást műszakilag a posta indította meg. Mint ahogy korábban is, ugye a rádióadást is a posta indította meg. Volt mellette egy műsorkészítő stúdió, ami magánvállalkozás volt, de ugye a sugárzás, az országos sugárzás a posta monopóliuma volt. Abban az időben is, amikor én végeztem, ez a posta monopóliuma volt, de annyira kezdetleges volt a televízió műsorgyártás, hogy lényegében abból állt, hogy volt egy szerkesztő, aki meghatározta, hogy milyen filmeket vetítsenek a héten, 2 adásnap volt. A filmek, amiket vetítettek, játékfilmek voltak, amiket a nagy mozikba is játszottak, meg egy-egy híradó, filmhíradó, ugye akkor televízió híradó még nem volt, akkor a képes hírszolgáltatás abban az időben úgy működött, hogy Magyarországon egy országos híradót készített, filmhíradót készített a híra, egy erre a célra szakosított filmgyár. Ezt a filmhíradót vetítették a mozik. Méghozzá abban a hierarchiában, hogy az első hetes mozik, tehát a bemutató mozik vetítették azokat a kópiákat, amit az előző héten készítettek. Tehát az előző heti eseményekről összesen egy heti eseményt egy negyedórás filmbe zsúfoltak, és azt egy hétig nézték a nézők az első hetes moziba. A második hetes mozikba azt megelőző hétnek a képanyagát vetítették a mozikba. És még hol hozzá... volt a tévét? A tévé akkor még nem volt sehol, mert most mindjárt áttérek, tehát most ez egy kitérés volt, hogy híradó, tehát televízió híradó nem volt, csak filmhíradó. De miután a televíziózásnak nem volt saját műsorgyártása a kisebbet időben, az történt, hogy a filmgyárak terméseit vetítették. Ennek az épületnek a szomszédságában működött a Posta Kísérleti Intézet, majd erről bővenben. Ott a szakma nagy öregje, Nemes Tihamér szerkesztett egy filmközvetítő berendezést, ami alkalmas volt arra, hogy 35 mm-es filmekből videójelet gyártson, amit kisugározhat a kísérleti adó. Na hát milyenek voltak ezek a filmek? Mint említettem, a filmgyár által készített magyar játékfilmek, szovjet importfilmek, csehszlovák importfilmek, és a hetente egyszer készített híradófilmek. Ez volt a heti 2x2 órás televízió híradó műsor anyaga. Tehát én amikor oda kerültem, akkor ebből állt a technika, hogy 2x2 órát működött az adó. És ez alatt egy kis kísérleti stúdióból
hát ezt a filmet közvetítették. Annyira kezdetleges volt az egész technika meg a műsor, hogy nem volt bemondás, tehát műsorközlés, nem volt szünetdia, egyszerűen csak benyomtak egy filmet, ahogy a moziba is, ugye minden kommentár nélkül elkezdenek egy filmet, aztán minden kommentár nélkül befejezik a filmet. Annyiban volt más a film befejezése abban az időben, hogy az utolsó kockákra oda volt írva, hogy vége a filmnek. Ugye ma már ezt nem teszik, de abban az időben még mozikba is a vetített filmek utolsó másodpercei megjelent az a felirat, hogy vége. Tehát ahogy annak idején a misén is így volt, ugye a katolikus miséken a pap bejelentette, hogy vége a misének, távozzanak a hívők otthonaikban. És mi volt a kamerákkal? Hát itt minket most három kamera járt, hát túl, igen, akkor igen. Kamera volt. Kamerák, kamera, egyetlen egy kamera volt, és de nem élőkép kamera, hanem a postakísérleti filmbontó kamera, amivel filmet lehetett bontani, élőképet nem lehetett előállítani. Egyszerűen az annyira bonyolult volt abban, hogy senki nem vállalkozott annak az elkészítésére. A film közvetítőt a Nemesti Amir azért vállalta, mert abban már volt kis gyakorlat, a háború előtt is már egy kevesebb sorszámú berendezést épített, háború után megépítette a 625 sorost, mert akkor már az európai szabvány ezt megkövetelte, és a 625 soros filmbontó volt az egyetlen képforrás. 54-től kezdve. Amikor én oda kerültem 56-ban, még mindig ez volt a helyzet. De már az ország különböző intézményeiben dolgoztak egyéb stúdióberendezések gyártásán is. Tehát nevezetesen élőkép kamerák készítésén, itt a szomszédban, a Postakísérleti Intézetben terveztek és meg is építettek három élőképkamerát, egy Icarus buszt rendeltek, és abba beépítették. Tehát ez volt a jövő helyszíni közvetítő egysége. Volt egy mechanikai laboratórium című cég, a Gorki Fasorba, akkor így hívták a Városligeti Fasort. Ez tulajdonképpen egy félkatonai cég volt, mert katonai rádiókat és egyéb hadseregnek szükséges iradástechnikai eszközöket készített. Ez nagyon jó föl volt szerszámozva, és az intézmény szürke állománya is igen jó volt, tehát őket megbízták egy stúdiónak az építésére. De annak ellenére, hogy megbízták, nem volt önálló konstrukció az a stúdió, mert annak az volt az alapja, hogy 1937-ben az amerikai RCA cég épített egy szuperikonoszkóp képfelvevővel működő stúdió berendezést, négy kamerával, szükséges kép hangpulttal, bemondó egységgel. Ezt a berendezést a Szovjetunió megvette a háború előtt, üzembe helyezték egy moszkvai kísérleti stúdióban, majd a háború után Malenki robotra kivitt európai iradástechnikusokkal megépítették ennek az amerikai konstrukciónak a szovjet változatát. Tehát az történt, hogy lekopírozták a berendezést. De hozzá meg kell mondom, hogy kifejlesztettek szovjet csöveket is, mert akkor még elektrocsöves áramkörök voltak, hiszen akkor még föl se találták a félvezetőket, és kifejlesztették a Szovjetunióba a szuperikonoszkóp képcsövet is. Hát ugye ez a képcső, ez 37-ben volt a csúcstechnika. Viszont az 50-es években, amikor ennek a szovjet kopírozásnak a magyar változatát építették meg, akkor ez már egy igencsak elmúlt technikának számított, de nem volt más, ezt tudtuk megvenni. Hogy a helyzetet jobban megérthesse a mai kor, azt el kell mondanom, hogy Rákosi kornak a vezetése mindjárt a televízió fejlesztésének az eldöntésén kijelentette, hogy nyugati technikát nem lehet erre a célra felhasználni. Tehát mi nem vásárolhatunk a fejlett ipari állapot
államokból készen képeket, mint ahogy itt a velem levő kamerák, ugye ezek angol licenciájú, statívon álló szovjet kamerák, japán kamerák, abban az időben erről szó se lehetett. Vagy a Szovjetunióból kell vásárolni, vagy nekünk kifejleszteni, vagy egy szomszédos országból, amelyik beletartozott a kommunista blokkba. Kik tartoztak be? Akkor úgy nevezték baráti államok. Csehszlovákia, Lengyelország, Kelet-Németország, Bulgária, Románia, plusz a Szovjetunió. Na most egyik helyen sem gyártottak helyszíni közvetítő berendezést, és erre az esetre nem volt fölkészülve a politikai vezetés, a műszaki vezetés pedig amellett kardoskodott, hogy hát akkor külföldről kell megrendelni, ha méghozzá kapitalista országokban, mert csak ott gyártanak ilyet. Nagyon érdekes az, hogy éveken keresztül vitatkoztak azon, hogy kell megrendelni, vagy ne kelljen megrendelni. Ugyanis ezt politikai kérdésé tették. Talán említsük meg azt, hogy érdekes a mai gondolkozásban, ez nem nagyon jön elő, hogy a Rákosi rendszer, ahogy te nevezted, viszont igen fontosnak tartotta a televízió szerepét. Igen. Tehát ők nagyon támogatták, nagyon hajtották, mert úgy látták, hogy az emberekkel való foglalkozás, az emberekhez való eljutásnak ez egy nagyon jó eszköze lesz, és ebből is jött egy ilyen konfliktus, igen, hogy igen. Még a derekukat is beadták a nyugati berendezéseket, csak legyen már tévé végre. De még egy pillanatra visszatérek, hogy mennyire ragaszkodott hozzá a rendszer. Ez is egy szovjet példából jött, mert Leninék, amikor megnyerték a forradalmat 1917-ben, és akkor kezdődött a rádiózás, már Lenin ráérzett arra, hogy ez a politikai propaganda szempontjából egy borzasztó fontos eszköz maga a rádió, és később azt látták, azt érezték, hogy a televízió is egy nagyon fontos agitatív eszköz lesz. De most a legújabb vélemények azok, hogy annak ellenére, hogy ezt a szovjet oldalról meg sok kommunista ország látta, maga Rákosi valahogy konzervatív volt. Tehát nálunk csak 53-ban határozták el, hogy legyen, közben a szomszédos Csehszlovákiában évekkel ezelőtt már volt kísérleti adás. De akkor kőkemény párthatározat, meg kormányhatározat volt. Igen. De végül is 53-ban már lehet, hogy Rákosinak a tanácsadói mondták, hogy most már mi nem várhatunk, mert a szomszéd baráti államunkban is mindenütt van. Nem szólva, hogy a Szovjetunióban már a háború előtt is volt, és ezt a háború után rögtön felújították. Tehát 53-ban mondom a párthatározat megszületett, de nem volt szabad útja annak, hogy fejlett országokból rendeljünk berendezéseket. És hát összekötött lábbal kellett táncolni. Tudjuk, hogy 56 nyarán már szabadabb szelek fújdogáltak a nagypolitikába, és azért az a szakértő grémia, ami odáig évekig azon vitatkozott, hogy honnan legyen közvetítő kocsink, akkor végül is többségi szavazattal úgy döntött, hogy akkor Angliából kell rendelni közvetítő kocsit. Két apróság, miért Angliából? Három ország jöhetett számításba a szakértők szerint. Elsősorban az Egyesült Államok, ahol a legmagasabb szintű irradástechnikai ipar volt, de az nagyon drága volt. Nyugat-Németország is nagyon fejlett volt ebbe a dologba, de a nyugatnémetekkel olyan fasiban voltunk, hogy a háború után 8 évvel még mindig nem volt diplomáciai kapcsolat Nyugat-Németországgal, tehát az ördögnek számított, politikai megfontolásból onnan nem rendelhetünk. A harmadik variáció volt az Anglia, tehát kieséses alapon Angliából egy Cambridge-i gyártól kell ezt rendelni. Ez meg is történt 56 nyarán. Ez a kis méretű busz, ez meg is érkezett 56. októberében valamikor, itt horgonzott a szomszédos ferencvárosi rendezőpályaudvaron egy ponyvával letakart kocsiba, de ennek a híre valahogy nem jutott el a magyar rádióhoz a forradalom miatt, mert
valahogy elkallódott a híre. És a forradalom leverése után valamikor novemberben érkezett az ismételt sürgetése a ferencvárosi pályaudvar vezetőségétől, hogy most már ideje elvinni a kocsit, mert hát ugye itt áll foglalva a vagon már 2 hónapja, és hát szállító levélen rajt van, hogy a Magyar Rádiónak kell elvinni a kocsit. Úgyhogy akkor egy kollégám elment, elhozta, és a következő tavasszal üzembe helyezték. Most akkor visszatérve a magyar dolgokra. Mondom, nem gyártottak sehol közvetítő kocsit, de 54-55 körül itt a Posta Kísérleti Intézetben egy fiatal ambíciózus mérnök, 30 évese volt még, Horváth Lajosnak hívták, ő jelentette valamilyen formon, hogy ennek az intézetnek van egy olyan szellemi színvonala, erre mondjuk ma azt ugye egy szürke állománya, ami képes lenne ilyen kocsit spekulatív úton, vagyis tervezéssel és nem másolással előállítani. Hát ezt a merész elhatározást tett is követte, mert a vezetőség szabad utat adott neki, még egy osztályti szervezet, a televíziós osztályt, odáig csak rádiósztálya volt a Posta Kísérleti Intézetnek, és 56-ban már készek voltak a kamerák, akkor már ezeket berakták a posta mérőkocsijába, és már több közvetítést csináltak a főváros több pontján. Tehát szabályos helyszíni közvetítés volt 56-ban. Persze most megint ez csak ezen a 100 készüléken lehetett látni, ami szét volt osztva, mondom, a főelvtársak között. És hát ugye a berendezés az, hogy is mondjam, kívánóvalót hagyott maga után képminőségűen, mert hiszen elméleti tervek kapcsolási rajzok alapján készült. Ezek a fiatal szakember, akik ezt építették, egyetemi tanulmányai alapján tudtak valamit róla, meg beszerzett rajzok alapján. Tehát ugye ez igen kevés egy első kísérleti alkotásnak a létrehozására ahhoz, hogy ez egy jó minőségű és üzembiztos berendezést jelentsen. Hát tudjuk, hogy még ma is egy új berendezés kifejlesztése éveket vesz igénybe, nekik is összesen 1,5-2 év árt rendelkezésre. De most már mindjárt az én szerény személyem is belekapcsolódik ebbe, ugyanis 56 nyarán engem ide kiküldtek vendégdolgozónak a rádiótól, hogy vegyek részt ebbe a munkába, mert ott nem tudnak nekem munkát adni, mert olyan volt a szervezés, hogy tervezéssel szükség van mérnökükre papíron, gyakorlatilag nem tudnak mit kezdeni velük. Ezért aztán én ide kijöttem egy kolléganőmmel, és menet közben bekapcsolódtam ennek a közvetítő kocsinak az építésébe. Végül ez a kocsi 58-ba került csak átadásra, mert hát ugye a forradalom után az egész ipart leállt, az egész termelés leállt, sztrájkok voltak, nem jártak be a dolgozók. Tehát ennek a kocsinak a fejlesztése is lelassult. Azután meg kell mondjam, hogy hát én nem szégyellek erről beszélni, hogy miután 57-ben már üzembe helyezték az angol közvetítő kocsit, és ha én nem is, de a főnökeim ide kijártak ennek a közvetítő kocsinak a megtekintésére, nem ide, hanem a Szabadságtéri Központba, azt látták, hogy bizony egy csomó olyan korszerű áramkör van már ebben a angol gyártmányú, pálygyártmányú kocsiba, ami nagyon el kellene, ami postakísérleti kocsiba is, mert ez lényegesen javítaná a minőséget. Tehát akkor eldöntötték azt, hogy egy-néhány olyan áramkört, ami a pálycégnek valószínűleg szolgálati szabadalma volt, még ezt is bele kell gyúrni a magyar gyártmányú kamerákba. És végül is mondom, 58-ra került ennek az átadására. Amikor május 1-e is közvetítés volt ez a dátum, ugye? Na most melyik gratulom az 58-ra? Amikor a közvetítő kocsi működött. Igen, az angol közvetítő kocsi az hivatalosan 57. május 1-én közvetített először,
és az a Hőség terei nagygyűlés volt, amit Kádár maga tartott, de valójában már áprilisban is voltak műsorok, csak ez is egy politikai megfontolás volt, hogy a televízió születésnapját 57. május 1-jének kell tekinteni, mert Kádár elvtárs akkor jelent meg a televízió fórumán. Valójában már 1954. január 20-át is lehetne születésnapjának tekinteni a televíziónak, mert hiszen a Postakísérleti Intézet akkor készítette el azt a kísérleti adót és kísérleti stúdiót, ahonnan azok a bizonyos csak filmközvetítések folytak, amiről előzőleg már beszéltem. De hát mondom, itten a Budapesti Pártbizottság a 10 éves évfordulón 67-ben határozta meg számunkra, hogy most már egyértelműen a televízió születésnapja 57. május 1 legyen. Még annyit legyek, hagyd legyek annyira patrióta, hogy közben az adó oldalon az történt, hogy a kis teljesítményű magyar adók után egy akkor NDK-nak nevezett nagy teljesítményű adóberendezést alapult Pesten. Igen. Tehát megindult a lehetősége annak is, vagy kialakult, hogy sugározni lehessen a műsorok. Igen, mert az első kísérleti adó, ami 100 wattos volt, az csak Budapestet tudta besugározni, és én itt elmondok egy, ha szabad, egy kis anekdotát is, de ez egy valóságos történet. Hát ez a kis adó, amit itt a Posta Kísérleti Intézetben kísérleteztek ki, és 100 wattos volt, ugye körsugárzónak tervezték, de hát ez nem sikerült a körsugárzás jól, tehát voltak kitüntetett irányok. Volt egy fő kitüntetett irány, amit mindig oda irányítottak, ahonnan a reklamáció jött a főelvtársak körül. Volt egy eset, hogy betelefonáltak a központi bizottságról, hogy igazítsák már meg az adóantennát, mert XY elvtársnál nagyon mákos a kép. És a kollégám, akit Posta Sándornak hívtak, te biztosan ismerted, visszaüzent, nem lehet, mert Rákosinak most jó, Rákosi titkárság tegnap szólt ide, hogy mákos a kép, tehát akkor Rákosinál jó legyen, akkor a másik központi bizottsági tagnál már mákos. Tehát szóval nem sikerült egészen jól még a budapesti sugárzási karakterisztika sem. De két év múlva már azért volt 1 kW-os adó, ne felejtsd el, a BHG, mert két év múlva 1 kW-os, ami egy magasabb toronyra épült, és végül 58-ra lett kész az a nagy betonépület, ami a végleges adóhajlékául szolgált, ahol ez a kelet-német gyártmányú adó működött. Azt is lehetne a televízió születésnapjának tekinteni, azt a bizonyos 58. március 1-i napot, amit hivatalosan a kísérleti periódus megszüntetésének nyilvánítottak, tehát mostantól kezdve felnőttnek számít a magyar televíziós adást, be is vezették az 50 forintos előfizetési díjat. Tehát nagykorú lett a televízió, így szólt a sajtó, és hát mondjuk ez is egyfajta mérföldkő a televíziózásban. És akkor azért említs meg, hogy az 1 kW-os BHG adó, az a te munkához kapcsolódott a Hargitában, mert ez meg onnan sugározta egy közbenső időszakban a műsort. És az 1 kW-os adónak még egy nagyon érdekes további útja van, nem tudom, hogy Gyuri tudsz-e arról, de biztos tudsz róla, hogy Pécs. Igen, de Pécsre került, mert Pécs az a vidéki városok között a legintenzívebben lobbizott azért, hogy felzárkozzon a fővárosnak minden technikai vívmányát minél előbb elérje. Tehát ezért Pécsről jelentették, hogy ők átvennék ezt az 1 kW-os adót. Hát meg is kapták az 1 kW-os adót, csak mi volt a probléma? Ahhoz, hogy Pécsről a műsort eljuttassák, illetve Budapestről Pécsre, ehhez egy mikrohullámú láncnak kellett volna működni. Viszont ilyen mikrohullámú lánc nem létezett, mert egy-két mikrohullámú adó vevőnk volt csak, az épp arra volt jó, hogy a budapesti stúdióból vagy a budapesti helyszínről a adóhoz juttassák a
videót, meg a hangjelet, többre nem. A Pécshez gondolom 3-4 tagú átvívő, mikrohullámú átvívő lánc kellett volna, mert a domborzati viszonyok ezt megkövetelték volna, ez erre nem volt lehetőség. Nem volt egyszerűen mikroadó. De azt kikísérleztették, hogy a havasnak az alján van egy jó, olyan vételi pont, ahonnan vevőkészülékkel viszonylag jól vehető Budapest műsora. Akkor ott vették a műsort a hegy alján, és a hegy aljáról direkt alapsávon följutatták a hegy tetejére. A hegy tetejéről pedig már a Lavashegyen az egy olyan magaslati pont, ahonnan becsülták az egész környéket. Ezt úgy hívták, ez egy német kifejezéssel, hogy Ballenfang, tehát lallavétel. Ezt abban az időben egy gyakorló technika volt, hogy egy mikrohullámú láncot meg lehet spórolni, ha ezzel az áron meg lehet spórolni. Még az életed fonalán menjünk tovább, igen, hogy azután te merre dolgoztál tovább? Én 58-ban, amikor ez a kocsi kész lett és átadták a Magyar Rádiónak, miután én szervezetileg amúgy is oda tartoztam, én visszakerültem. Addigra már a főosztályból már egy nagyobb szervezet lett, ami a Volt Tőzsde palotában működött, a Szabadságtér 17-ben, tehát engem oda áthelyeztek, és az első angol közvetítő kocsi közvetítő stábjába kerültem. Egy darabig, és utána karbantartási részlegen, tehát kameraszerviz vonalán dolgoztam. Közben azonban engem mindig érdekelt a munkámnak a perifériája is. Tehát azon kívül, hogy nekem a fő feladatom volt ahhoz, hogy tehát ezeket a műszaki berendezéseket kezeljem, a helyszíni közvetítéseket lebonyolítsam, különböző brosúrákat írtam. Például a képvágónak a munkája. A képvágó, azt tudjuk, hogy mi az, tehát az, ami a filmnél a filmvágó, aki kiválasztja, hogy milyen kép kerüljön adásba. Na most ennek egy csomó esztétikai vonatkozása is van, művészi műsor vonatkozásában ezekről írtam. Akkor később, amikor már több import berendezésük volt, akkor már nem csak a szovjetektől, hanem angoloktól, franciáktól, németektől, akkor arra jöttem rá, hogy ezeket a berendezéseket javítani is, meg kezelni is egy kicsit nehéz a kezdőknek azért, mert a sok kezelőgomb felirat van, ezek mind az illető ország nyelvén írottak föl, és a rajzokon és a feliratokon nem nagyon tudnak eligazodni, mert azért a szükséges, hogy egy elvi rajzon a értelmezés ez a felirat. És akkor én szerkesztettem ilyen több nyelvű tévé stúdiotechnikai szótárt különböző szinteken, ezzel is foglalkoztam, és még volt egy olyan területem, ami egészen a mai napig elvezet, hogy a régi, már kiselejtezett, használatból kikapott berendezésekből minél többet eltegyek, konzerváljam, és majd ebből egyszer egy kiállítást szervezzek. Most ez is egy olyan teljesen spontán dolog volt, mint a szótárszerkesztés, vagy más dolgok, mert írtam például a televíziós hangmérnöki munkának az alapjairól is egy brosúrát, tehát ilyen kisebb szakirodalmi dolgaim is voltak. Ezen kívül ez a régi berendezések gyűjtése, rendszerezése, tehát időpont, a használat leírása, ezek is szerepeltek az időmben, ezt úgy mondom, hogy hulladék munkaidőmben, mert ugye mindig van valakinek a munkájába napi 8 óra mellett olyan fél óra, egy óra, valamennyi, amikor a hobbiával foglalkozhat. Tehát nekem ez volt a hobbim. De elég sokáig tartott, míg ebből lett egy kiállítható gyűjtemény,
Ez pontosan a szakmai kezdésemtől számított 37 év. Pont amikor nyugdíjba mentem, akkor jutottam olyan helyzetbe, hogy egy tésztagyárnak a szolgálati lakását megkaptam, az első televízió múzeumnak a berendezésére és a bemutatására. Hogy kerültem a tésztagyárba? Hát úgy, hogy ez a, akkor a Magyar Televízió tulajdona volt már, itt ebbe a helységbe irodák működtek. És ott az egyik kollégám megsukta, hogy na, van itten egy fotolabor is, ami egy volt lakásból csináltak, ugye, és ez a fotolabor és grafikai társaság, ez innen el fog költözni a központba, mert nagyon utálják ezt a perifériát, ugye hát a Szabadságtérhez képest periféria volt a Lenhosség utca. Ezt igényeljem ki. Megtörtént, megkaptam, utána kiállítottam. Volt hova gyűjteni a volt hova gyűjteni. Előzőleg a gyűjtés azért nehéz volt, mert mint említettem, ez egy partizán tevékenység volt. Miután én a főnökeimtől erre nem kaptam megbízást, nem is kérhettem helységeket, nem is kaptam. Hanem úgy akcióztam, hogy felfedeztem például egy keveset használt lépcsőháznak az alját, azt módon volt a lakatosokkal egy drótkerítéssel elkeríteni, oda elhelyeztem egy csomó dolgot. Vagy aztán később, amikor már osztályvezető voltam, és hozzám tartozott 3-4 szoba, akkor mindenütt mondtam, hogy fiúk, ez a sarok, a múzeum sarok, ide ne tegyetek mást, itt állnak a régi dolgok. Morogtak, de hát én voltam a főnökük, úgyhogy hatalmi szóval ezt megcsináltam. Még egy pillanatra hagy, emlékeztesselek arra, hogy nem említetted itt, de amikor ezt a szakmai terminológiai anyaggyűjtést csináltad, akkor azért volt ennek egy komoly háttere is, hiszen te részt vettél az OIRT Nemzetközi Egyesületnek a terminológiai bizottságába. Köszönöm. Tehát, igen, ez úgy alakult ki. Nem csak arról volt, hogy írkáltál szótárakat, hanem egy nemzetközi tevékenységet végeztél. Igen, ez úgy alakult ki, hogy az akkori műszaki igazgató, a Kerpen Robert, aki meghatározta, hogy személy szerint az OIRT különböző szakbizottságába kiket delegál, odáig, amíg én nem tűntem fel ezzel a tevékenységgel, mert akkor már tudott róla, hogy ezzel foglalkozom, addig nem voltam Magyar Televíziónak kiküldetve a terminológiai bizottságba. De egy-két szót hozzá, hogy mi az OIRT, ugye volt két ilyen televíziós nemzetközi szervez volt, az EBU, amelyik a nyugat-európai televíziótársaságokat tömörítette, és az OIRT, amely a keletieket, tehát a kommunista blokk országait tömörítette, aminek a székhelye Prága volt. Tehát onnantól kezdve, hogy a igazgatómnak eszembe jutott, hogy van itt egy flócer, aki ezzel a témával foglalkozik, menjen el évenként, két évenként a terminológiai értekezletekre. Mit csináltak ott? Ott azt csinálták, hogy az OIRT két vezető nyelveként számon tartott német és orosz, ezen a két nyelven határozzák meg a televíziós terminus technicusokat, és ezt ennek mindjárt az értelmezését is adják meg. Ugye ezt az EBU-ban már régen csinálták, Magyarországon is volt, ugye Magyar Szabványügyi Bizottság. Most például a Magyar Szabványügyi Bizottság is foglalkozott azzal, hogy a magyar ipari tervelvényeknek a egyes cikkeknek a műszaki minőségét, a meghatározását megadja. Hát a televízió és a rádiótechnika területen meg azt a paramétereket kívánták megadni, aminek az alapján az egyes berendezések felé mint igényt lehessen jelenteni. Hát tehát voltak olyan bizottságai, amik meghatározták, hogy milyen berendezések milyen paraméterrel rendelkezzenek. A terminológiai bizottság meg azt mondta meg, hogy hogyan nevezzenek egyes fogalmakat, és milyennek a fogalmaknak az értelmezése. Tehát ebben voltam én. Ez a tárgyalás német és angol, német és orosz nyelven folyt, és hát én mindegyikhez konyítottam valamennyire, főképp a némethez. Ezt aztán magyarra át kellett ültetni, amit szintén ilyen kiadványokban közöltem.
Most még egy érdekes, ha engedjél meg, egy érdekes kitérést arról, ugye nem gondoljuk azt, mulatságos az, hogy politikailag kettészakították háború után a legyőzött Németországot, Nyugat és Kelet-Németországa, nem ez a mulatságos, hanem az, hogy volt kelet-német és nyugat-német nyelv. De ezt nem úgy kell értelmezni, hogy a köznapi értelemben a nyugat-németországiak nem értették meg a kelet-németországiakat, ez a szaknyelvre vonatkozik. Ezt úgy is tapasztaltam, hogy korábban az EHU már például a saját terminológiai értekezletén meghatározta németül az egyes terminus technikusokat. És ott Késhegyre menően vitatkoztak a német és orosz kollégák, hogy ez nem jó, ez nem pontos, ezt ők majd pontosítják. Tehát a keletnémetek, ha mondjuk a nyugatnémetek azt mondták, hogy ebb, akkor a keletnémeteknek az kutya. Most, hogy egy triviális példát mondjak, tehát szinonim szavakat használtak, és egy más szinonimával behelyesítve egy egész fogalmat, ettől az EBU terminus technicus már óírté lett. Én tulajdonképpen, hát nem akarok durván foglalkozni, de hát egy kicsit ez egy csóhivatal volt, mert és hát főleg a német szempontból, az orosz szempontból nem, mert ugye az oroszok az egy más nyelv, tehát oroszul is meg kellett határozni. De a németek ardoskodtak hozzá, hogy az EBU kifejezése németül nem jó, az övéke jó, ami kelet. Tehát így gondolok arra, hogy volt kelet-német, nyugat-német nyelv a iradás technikában. És közben te szorgalmasan gyűjtötted a kiüregedő berendezéseket a tésztagyárba. Igen. Gyűjtöttem a tésztagyárba, és közben volt még egy akcióm. Az első közvetítő kocsit úgy a 70-es évek elején, azt már le se lejtezték, de megkapta a Színház és Filmművészeti Főiskola. Ugyanis akkor már ott megindult a televíziós rendezés operatőr képzés, de pénzük nem volt, hogy vásároljanak. Hát az akkor időköz hozzátartozik, te tudod, Gyuri, hogy kötött devizagazdálkodás volt, tehát hiába volt egy forint keretük arra, hogy megvegyenek egy kamerát, az csak kemény devizáért, dollárért lehetett kapni, ilyen keretük nem volt, tehát mit csináltak? Ráfanyalodtak az uraságoktól levetett berendezésekre. Nevezetesen például a magyar első közvetítő kocsit ajándéképpen megkapták, fölállították az udvarba, ez volt a gyakorló tanstúdió, nem álltak olyan szerencsés helyzetben, mint ahogy ti itt a szomszédból, hogy van néhány millió, megvesztek egy csúcstechnikát három kamerával, mixerrel, és van egy saját stúdiót. A főiskola ezt nem tehette meg, ő megvárta, míg leselejtezett a nagy magyar királyi televízió egy közvetítőkocsit, megkapta, felszerelték, ott üzemelt 2 évig. Utána már jobb helyzetbe kerültek, ők leselejtezték. Amire én figyeltem éveren, és meg akartam menteni. De a házon belül nem sikerült, mert semmiféle vezetői akarat nem mutatkozott arra, hogy ezt a kocsit megőrizzük, ez a bontóba került volna. Mint a sok kamera bontóba is került később. Na én ezt a múzeumot bekönyörögtem az Országos Műszaki Múzeumnak az udvarára. Ott is csak egy udvari helyet tudtam szerezni neki, mert minden fedett helyük foglalt volt. Átvették, és én évente néztem, hogy megvan-e még. Már ott volt vagy 10 éve, amikor egyszer egy téli fagyos vagy novemberi fagyos időszakban oda megyek, na megkérem az állománykezelőt, nyissa ki, nézze ki, mi újság. Hát egy macska anya ugrott ki belőle, de miért a macska anya? Mert a gyerekeit már ott táplálta benn, ugyanis a tetején már egy akkora luk volt, hogy télvíz idejére a macska család beköltözött a televíziós kocsiba. Na, én akkor ezen nagyon fölgerjedtem, és unos, és mindenütt hirdettem azt, hogy szereztem valami relikviát, de nem becsüli meg a Műszaki Múzeum. Nagy szerencsém volt, meg nekik is, mert akkor főigazgató váltás volt a múzeumban, egy friss, fiatalos főigazgató asszony került oda, aki ezt lelkismereti ügyének tekintse, hogy szerezzen céltámogatást a kocsi helyre hozatalához.
Hát ez megtörtént a 80-as évek elején. Hogy hívták nem mondjuk, az 90 év. Vámos Éva. Az Vámos Éva még mindig ott dolgozik nyugdíjasként, akkor ő volt a pályázat útján kinevezett főigazgató. Engem meghívott szakértőnek a kocsi restaurálásához, a belső restauráláshoz. A külsőhöz pedig kiadták a BKV járműjavító gyárába. Oda is jártam ki állandóan figyelni, hogy szétbontják, mert érdekelt, és akkor kiderült, hogy ez a közvető kocsi egy tölgyfa karosszériára épült. Tölgyfára rákalapolt alumínium lemezekből, és a tölgyfa az már elég roskatag volt, több helyen szét volt rohadva. Hát ő járt több mint 10 évig a szabadban. Én fotót is csináltam róla, és egy helyen megjelentettem egy külföldi lapba, hogy ezek nem őskori kövületek, hanem az első közvetítő kocsi tölcsa vázának a darabjai. De még olyan szerencsénk volt, hogy abban az időben, ez közel 20 éve volt, még voltak nyugdíjas karosszéria bognárok. Volt egy ilyen foglalkozás az autóipar vagy karosszéria bognár. Tehát aki a tölcsa vázát készíti a buszoknak. Valamikor a személyautók is tölcsa vázon voltak, abban az időben már nem, de a több helyen még a buszokat tölcsa vázra építették. És mint mondták, ez volt a szerencse, mert a tölcsa vázatnak egyes darabjait friss tölcsfából ki lehet faragni és helyre tenni. Ha ez ennyi idő alatt a szabadba állt volna, már úgy elkorrodálódott volna, hogy újból kellett volna építeni. Szóval a lényeg az, hogy szemre teljesen újszerű állapotban hozták a berendezést. Működni sajnos nem működött, én megpróbáltam. Aztán mikroszkóp alá tettem az áramköröket. Kiderült, hogy például a ellenállásokon ilyen hajszálrepedések vannak tömegével. Hát gondoljunk arra, hogy egy szabadba tárolt berendezésen, téli időkben, minden nap, ahogy fölmelegedik a levegő, és lehűl, keresztül megy a plusz 4 fokos harmadponton, lecsapódik rá a víz, aztán megfagy, nem másnap nem kihűl, ezt csinálja éveken keresztül, menthetetlenül tönkre. Nem is beszélve a nagy feszültségi tekercsekről, amiket nem tudtak úgy impregnálni, mint manapság. Tehát ennyi idő elég volt ahhoz, hogy elektromosan teljesen tönkre menjen a kocsi. De szemre úgy néz ki, mint az eredeti. Viszont működik most egy ilyen rekonstruált régi stúdió. Ennek mi a történet ez? Hát amikor a tésztagyárban megkaptam ezt a szolgálati lakást, akkor még nem működött. De félre volt téve nekem egy IMI gyártmányú kamera, amit megkaptam a Argita stúdióból, és mint roncsot, de nem volt időm, hogy vele különösebben foglalkozzam, mert azt akkor kaptam meg, amikor már be volt rendezve, félre volt téve a sufniba, és egyszer csak olvasok egy külföldi barátomnak a közléséből, voltak nekem ilyen angol muzeológus levelező társaim, hogy náluk rekonstruáltak egy IMI kamerát. Egy ilyen típus, tehát a 60-as évek elére. Csak akkor szöget ütött a fejembe, meg kéne nézni, hogy ez működik-e, vagy nem. Hát nem sok reményt fűztem hozzá, mert ezek úgy még csöves berendezések volt, és ilyen plug-in panelekből álltak, tehát azt jelenti, hogy nyomtatott húzalozás, csöves áramkörök, sokpolusú csatlakozó bal a vázba bekapcsolva, de szénfeketék voltak. Volt benne egy pár foglalatba dukaszolt jelfogó, azok is szénfeketék voltak. Szóval nem sok reményt fűztem, hogy ez működni fog. Hát a legnagyobb munkám abból állt, hogy az összes csatlakozót nagyon alaposan kontaktdisztribúció folyadékkal mostam, tisztítottam, nagyító alatt nézegettem, paneleken hajszárepedéseket kerestem. Elég türelmes ember vagy, nem? Akkor már érdekes, akkor én már nyugdíjas voltam, és már akkor már úgy megnőtt a türelmem valahogy. Fiatal koromban nem voltam ilyen türelmes. Szóval a lényeg az, hogy hosszú-hosszú kínlódása aztán
életet tudtam bele lehelni. Ehhez még olyanokat is hozzá kell tennem, hogy rajzom nem volt például már hozzá, azt nem tettem el, azt az angliai kollégám küldött postán. Aztán egyes összekötő kábeleim nem voltak, mert ugye a mai generáció számára ez furcsa, de el kell mondanom, hogy abban az időben egy kamera nem egy egységből áll, aminek a végén kijön a videójel, hanem három egységből állt. Egyszer van az úgynevezett, úgy mondanánk ma kültéri egység, amit ti kamerának hívtok. Volt egy kameravezérlő egység, amely a kamera kábel másik végén volt, ami feldolgozza, tehát processzálja a jelet, és egy külön dobozban volt a tápegység, mert 3-4 fajta tápfeszültséget kellett előállítani a csöves áramkörökhez. Tehát három egységből állt, ezeket a kábellel összekötött kellett ködni, és a kameravezérlő végén jött ki az a videójel, ami felhasználható a mixerbe menetén. Tehát egy csomó összekötő kábel kellett, sőt, még egyet mondanák, ami szinte egész furcsa nektek, hogy szinkrogenerátortól is kell kapni jelet. Hát, központi jelet. Központi szinkrogenerátorból kell kapni jelet ahhoz, hogy a kép és a soreltérítés koherensen együtt menjen a három képnél, vagyis hogy a képek váltásánál semmiféle ugrás ne lehessen a képernyőn látni. Ez ma már olyan automata áramkörökkel történik, ami be van építve a kamerákba, és teljesen természetes, hogy egyes kamera kimeneteket közvetlen bedugva a mixerbe, azokkal minden további nélkül pillanatvágást, trükköt, átutást lehet csinálni. Ez akkor lényegesen bonyolultabb volt. Tehát ma az a lényeg, hogy egy ilyen közvetítő apparátus üzemeléséhez rengeteg összekötő kábelre volt szükség, ami nekem szintén részben nem volt meg. Ezt a Tatabányáról kaptam például, egész véletlenül. És hogy jött össze az öt kamera, mint a stúdiónak az alapja? Mert mondod, hogy öt kamerás volt ez a stúdió. Volt egy korábbi időszak, mihez képest, mondjuk a Pike-hoz képest egy későbbi időszakból, tehát a 60-as évekből egy angol Marconi kamerám. Ezt a kamerát már nem tudtam úgy üzembe állítani, mint az EMI-t, mert ehhez egységek hiányoztak. Azonban egy külföldi példa alapján azt találtam ki, hogy kiveszem egy kamerának a belső áramköreit, beteszek egy kis kamerát helyébe, és az eredeti optika leképzi az optikai gépet a kis kamera vidikonjának a felületére, és ez egy ilyen kegyes csalás, kívülről úgy néz ki, hogy a képet ad ki a kamera, valójában a kicsi kamera adja ki. Ez a külföldi televízió muzeológiában gyakran alkalmazzák. Én láttam is ilyet Angliában. Tehát ez a második kamera, ez így működött. A harmadik kamera az úgy működött, hogy az már egy beta volt. Tehát az a 80-as évekből egy camcorder volt, egy harmadik generációs áramkörökkel működő olyan egység, amiben csak be kell adni a 12 voltos tápfeszültségét, és a végén kijön a kész videójel. Tehát volt egy ilyen kamerám is. Ez a legelső sorozatból elég hamar leselejtezték, mert még nem volt túlságosan jó minőségű, de már camcorder volt, tehát már rögzítette is. Igen. A kamera recorder, ez volt a harmadik. A negyedik az egy híradás technikai KTS alatt által gyártott kültéri kamera, ami egy ilyen hatalmas öntött alumínium házba volt beépítve, hogy egy időjárás álló legyen, meg klíma álló, tehát a fűtőtest is volt beépítve automatikus hőkapcsolóval, benne kis pici videokamera, tehát ez volt a következő kamera. Tehát ez egy ilyen eklektikus stúdió volt, mert különböző korszakban különböző típusú kamerák voltak, csak a kimeneteiket egyesítette egy mixer, egy képkeverő, ami egy szintén EMI gyártmányú volt. De volt ehhez a stúdióhoz egy magyar gyártmányú négy csatornás hangkeverő is, tehát hangot is tudtam fölvenni vele, volt egy szalagtányíros STM 200-as 70-es évek generációjából való mechanikai laboratóriumi hangmagnó,
Ezek mind egy vezérlő egységnek a darabjait képezték, így működött a stúdióban, a múzeum stúdióban. János, és most az a muzeológiai tevékenységed, mert ez nem hiszem, hogy félre érthető lenne, ez tényleg az, amit te csinálsz. Ez hol áll most, hol tartasz, és milyen terveid vannak még, hogy igen, ez úgy komplett egy pár legyen? Szót, hogy én hogy lettem muzeológus. Hát ugye lelkesedésben lettem, ami azért mindig kevés. Lelkesedéshez tapasztalat is kell. Hát a tapasztalataimat úgy szereztem, hogy nem is gondolnák, hogy ebben az országban van 200 műszaki múzeum például. Csak a legtöbbje láthatatlan, meg pici, olyan, mint az enyém. Tehát intézmények, üzemek létesítették, tehát egyes gyáraknak a technikatörténeti gyűjteményei. Aztán folytatnak, van kékfestő múzeum, van cukorgyári múzeum, tehát különböző műszaki területnek... Paprika múzeumot én is láttam. Igen. Tehát ezek minden évben egy ilyen konferenciára összejönnek, és megvezélik a tapasztalataikat. És ezen a vezetője az Országos Műszaki Múzeum, aki szokott előadásokat tartani, tehát én restaurálási, múzeológiai, elméleti, gyakorlati kérdéseket így meg lehet ezeken a találkozókon találni. Most lényeg az, hogy az én múzeumom 3 éve bezárt, mert fölmondta a bérleti szerződést az 5. kerületi önkormányzat, ez egy bérelt helység volt, össze kellett csomagolni és eltűnni a tett színhelyről. Bekerült egy raktárba az Óbudán, illetve ott is egymás után 2 raktárba, és ez most ott van becsomagolva, pontosan felleltározva, hányas számú dobozban mi van, és így tovább. De nem ennyire rossz a helyzet, mint az utóbbi mondatomból kiderülne, mert júniusban meg kell nyílnie a rádióval közösen egy rádiós televízió múzeumnak, a rádiónak a Pollák Mihály téri irodaépületében. Ott megkaptuk a volt étkező helységet, egy 300 négyzetméteres helységről van szó, ahol fel kell építeni azt televíziós részről nekem, ami ott volt. Hát nem ennyire jó az a helyzet, mint az első mondatra sikerült, mert meg kell mondanom, hogy ezek a magánmúzeumok, amit a lelkes gyűjtők, vagy azok közül egy létesít, nem felelnek meg mindig az építészeti esztétikai követelményeknek. Röviden azt lehetne mondani, hogy túl zsúfoltak, mert kevés a hely. Az én múzeumom is elég zsúfolt volt, mert kevés volt a hely. Viszont a mostani múzeumi területet díszletépítés tervezi, aminek számomra nagy kötöttséget jelent. Magyarul nem tudok kiállítani annyi egységet, nem lesz interaktív a múzeum, tehát nem fog működni semmi, mert arra már nincs idő, hogy bekábelezzem, meg életre leheljem őket. Biztos vagyok benne, hogy kábelezés után se fog működni rögtön, mert 3 év óta nem működött, és nem túl szakszerű volt a szállítás, egy-két törést is észrevettem már, tehát ehhez sok idő kell. Abban reménykedhetem, hogy most megnyílik júniusban, és minden nap nyitva lesz a hétfőt kivéve, és a hétfői napokon talán egy idő múlva össze tudom működőképessé hozni az egész állományt. Akkor most nem kérdezem, hogy mik a terveid, mert azt hiszem, terve hogy ez elég szép perspektívát ígér. Igen, tervekben nincs hiány, és ugye a remény hal meg utoljára, de hát most rövidesen ortopédiai műtétre fogok menni, mert most pillanatilag mozgássérült vagyok, és nem tudom, hogy visszakapom-e azt a mozgási szabadságomat, ami ezeket lehetővé teszi, ezeket a jövő terveket, de minden esetre fejben megvannak már a jövő tervek. Reméljük, hogy most minden rendben lesz. Most még annyit mondanék el, hogy hát ez is anekdóta, hát belefér az időbe, még akkor elmondom. Anekdóta mindig belefér. Az öreg Jókai a 20. század végén, tehát ugye már majdnem az én koromban volt,
és társaságokban sokszor faggatták, hogy volt régen, milyen volt a szabadságharc, kiegyezés, stb. És akkor azt mondta, hogy hát bizony az idős embereknek, akiknek még van valami mondani valója, siessen vele, amíg napsüti az arcát. és még egyet mondanék a Mészáros Mártának, a filmrendezőnek a mondását, amit akkor jelentett ki a sajtónak, amikor bemutatták a Nagy Imre filmjét. Azt, hogy a történelem, közelmúlt történelmi eseményeikről legjobb, ha a kortársak beszélnek. Mert ha ők elmulasztják, akkor ez már a történészekre hárul, de abból kivész a szemtanúnak az érzelme. Most feladtad itt az ászod, mert hiszen a mi beszélgetésünknek is ez az egyik célja, hogy te, mint szemtanú, mondtad el ezt a hosszú, szép történetet, részben a saját életed történetét, pedig hát a technológia, a technika történetét, és ez egy jó dolog, mert így a tévedés lehetősége, reméljük, hogy minél kisebb lesz. Van nekem egy kérdésem, amit azért szeretnék feltenni, mert egy ilyen hosszú élettapasztalat, egy ilyen szép pálya biztos, hogy ad arra egy lehetőséget, hogy próbáld meg elmondani, hogy látod most ezt az egész televíziózást. Annyi minden van most az asztalon, a digitális televízió, a HDTV, a háromdimenzió, és akkor még csak a technikáról beszélünk, a tartalmi oldalát még hosszan lehetne sorolni. De te röviden mondd el, hogy látod, hogy mi lesz mondjuk 10 év múlva. Most téged sikeresen megoperálnak, 10 év múlva itt ülünk újra, és beszélgetünk arról, hogy működik a stúdió, amit szeretnél minél hamarabb rendbe rakni. Mire lehet számítani mondjuk 10 év múlva? Hát először is a televíziós képközvetítés, híradás, az természetesen most sem korlátozódik már teljesen az otthoni vevőkészülékekre, mert hiszen interneten is lehet rengeteg műsort készíteni. Nyilvánvalóan elérjük azt, hogy nagyon intelligens mobiltelefonokon is, sőt már azt tulajdonképpen el is értük, csak nincs tömeg használatban, hogy mobiltelefonokon is lehet műsorokat nézni. Sőt, én olvastam egy olyan magyar szabadalomról, ami ugyan nem valósult meg, de a leírásban az van, hogy az utcán is nézhetsz képernyőt úgy, hogyha van az oldaladon egy kis, valamilyen kis kütyű, egy nézőkészülék, ami részben optikai úton a szemlátótörébe vetíti a képet. Ott egy félig áteresztő szemüveg van, amin keresztül mindegy össze van keverve a valóság által látott kép a televíziós képpel. Tehát van egy olyan kutatói elképzelés, hogy ha nincs magadnál hordott készülékkel is lehet nézni személykészülékkel. Gondoljuk el, hogy valamikor a pontos időjelzés, már régen feltalálták az órát, a torony órát, de úgy tudták az emberek hány óra, hogy fölnéztek a falu torony órájára, meg hallották, hogy 12-kor szól a harang. Későbbiekben már zsebóra is volt, aztán a végül most már minden karkötőn van óra, de hát minden mobilba is be van építve az óra. Tehát az óra pontos idő szolgáltatás rengeteg embernek a személy használatában levő eszközökön is van. Tehát elképzelhető, hogy a televízió műsor szolgáltatás is majd teljesen a személy eszközöknek egy része lesz, tehát például a mobilé is, vagy esetleg más eszközé is. Hát ehhez tartozik, hogy a hang az már teljesen természetes, ugye fülduón hallgatod a rádióműsort. Hát a színesnél tovább nincs elébb lépés, de a 2D, 3D-ről én nekem az a tapasztalatom, hosszú életem tapasztalatai, hogy a 3D-t ugye nem most találták föl, hanem már a 19. század végén. Ugyanis már akkor rájöttek el az elvre, hogyha két szemnek szolgálok két képet egyesítik egy képé, akkor plasztikus képeket lehet látni, tehát már több mint 100 évvel ezelőtt is gyártottak ilyen kettős optikával
rendelkező fényképezőgépeket, amelyek egyszerre két filmkockára készítettek felvételt, ezt optikai úton egyesítették, és térhatás. Meg egyéb módszerek, nem akarok messze mennem. Most legújabb, aztán nem a legújabb van. Már az 50-es években is volt az első divatja a térhatású képeknek filmek formájában. Tehát 52-ben egy magyar filmrendező, a Bodrosi Félixnek volt egy ilyen szabadalma, ahol színes térhatású képeket úgy állított elő, hogy ugye két színes képfelvevő filmkamerával készített képet egyesített a szemlátó terében úgy, hogy mindkét képet polarizált fénnyel vetített egymásra a filmvászon, ami közönséges nézéssel kettőzött képet alkotott, viszont minden néző előtt volt egy-egy polarizált üveg, az előtte levő néző előtt egy üvegkeret, azon keresztül plasztikus képet látott. Most ez a kísérleti mozi, ez egy-két év után elhalt, mert nem volt érdeklődés. És miért nem volt érdeklődés? Ez egyik azért, mert tőkeszegény volt a magyar ipar, és nem tudott állandóan új filmeket csinálni, de a másik ok az volt, hogy belefáradtak az emberek ilyen plasztikus képeknek a nézésébe. És most is meggyőződésem az, hogy annak ellenére, hogy vannak 3D mozik, Budapesten is van már 3D mozik, ezeknek a száma nem fog elterjedni, mert nem fognak úgy rákapni az emberek, mint például a színes filmnek, vagy a színes televíziónak a nézésére. És ennek nem anyagi okai vannak, hanem fárasztó. Tehát egyszerűen ennek azt hiszem ilyen ősi evolúciós oka van, hogy az ember, ha természetesen lát a két szemével, tehát közvetlen szemmel érzékeli a tárgyi valóságot, akkor nem fárasztó a térlátás. Ha viszont egy képernyőn plasztikusan jelenik meg egy kép, akkor az fárasztó. Na most lehet, hogy pessimista vagyok, és ez azért van, mert ma ezeknek a filmnek a készítői nagyon kihangsúlyozzák a térbeliséget, túlságosan kihangsúlyozzák, és ez a fárasztó. Egy példát mondok erre, még ezt a mondat egyet. Amikor feltalálták a hangos filmet, és rájöttek, hogy a kép mellett hang is lehet, akkor rengeteg sok zörejt is felvettek a hang a vászonra, és egy ideig még az olyan is előfordult, hogy csak a zörejek voltak hangba, és még hozzá vetítették a feliratokat is képbe. Ez majd nevetségesen hangzik, de így kezdődött a hangos film. Aztán rájöttek, hogy nem, hát a feliratokat teljesen el kell hagyni, a dialógusokat is hozzá kell keverni a zörejekhez, vagyis ezzel azt akarom mondani, hogyha egy új technikai találmány jön, akkor nagyon ki akarják hangsúlyozni ennek az új találmánynak a lényegét, és ezzel felidegesítik, fárasztják a nézőket. Lehet, hogy később a 3D az majd elfogadottabb lesz azért, mert nem töregednek annyira hatásvadászatra, tehát a nagy mélységben előforduló látványnak a kihangsúlyozására. De hát ez csak az egyéni véleményem. Lehet, hogy 10 év múlva már minden mozi 3D mozi lesz. Majd meglátjuk. Ja, bocsánat, és hát ez igaz persze a képernyőre is, mert 3D képernyő is vannak már. Tehát televíziós képátvétel is 3D-be megy. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Örülök neki, hogy a beszélgetést be tudtad itt a programjait közé tenni, mert említetted korábban is, hogy készülsz a műtétre is, de úgy érzem, hogy jó volt, hogy tudtunk egy órát erről a régi szép időkről beszélgetni, és az külön jó, hogy azt is adta a te beszélgetésed, hogy megmaradt nagyon sok minden abból, ami a múltból még megmaradhatott, és erre te vigyázol és törődsz velük, és én nagyon bízom abba, hogy a múzeumi elképzeléseid is megvalósuljanak, főleg azért, mert biztos lesznek azután is megőrzendő tárgyak. Hát az élet ilyen, hogy az egyik berendezés újként megérkezik, aztán a másik meg ugyanakkor megy a múzeumba. Jó egészséget, és köszönöm szépen még egyszer, hogy találkozhattunk. Én is megköszönöm ezt a lehetőséget.